bársonyos legyen, ezért érleljük. Ezt 2005-ben főzettük, nagy üvegbalonokba érleljük, és így aztán egészen kellemes, üvegcsös. És akkor ugye a Márti lelkem már tovább lépett, a hölgyeknek meg ilyen édesített törzskei pálinkát, ízesített már van, 10 féle ízű legalább. Ez egy csokis megízesítés. A pálinkánk 50 fokos, mert az lesz főzdei, az meg 25, mert meg van felezve egy kis édesített cukorszirupval. Hát a sofőr nálunk nagyon szomorú sorssal. Ne is mondja, mert folyamatosan csomó nyáron. Hát igen, ezért azt mondtam volna, hogy jöjjünk a mi autóval, tudod, hogy akkor Jani is szabadon. Azzal, hogy egy a sütőtér és egy a tüzelőtér, hisz egy kis parazsat is vagyunk benne, majd szabad megnézni két oldalt, hogy biztonságosabb legyen a kemence hőmérséklete, és ettől egy kis füstöt, egy kis pernyét is kap, hát ettől ízletesebb a kemencés étel. Ma készítettünk a vendégeinknek onnét erre fel egy vörös malacot, egy csülök is a tára kerül, oldalas, tarját, májat és természetesen a csirkecombokat is bedugtuk a végén, mert hisz ezeket mind ilyen lépcsőzetesen rakjuk, hogy mire ide érkezik a vendég, akkor vesszük ki, és akkor készül el egyszerre az egész hús. Ehhez a húsételhez kínáljuk a követeinket, kínáljuk hozzá a tillakáposztát, amelyet borral, mézzel és almával ízesítettünk. Aztán kínáljuk hozzá a horvát-magyar eledelünket, a hajdinát. Mindidáig azt mondtam jó ideig, hogy magyar eledel, mert ugye öregjeimtől tanultam ezt a főzést is, meg az ízt is. Aztán volt a horvát vendégeink, kikérték maguknak, hogy az horvát eledel. Ne legyen mit, ha most inni horvát-magyar eledel. Így nem sértődött meg senki. Régen önmagában is az asztalra került, ha szegényes volt a paraszti világ. De ma köretnek szálljuk a hajdinát. Készítettünk egy dödöllét, amely zalai, somogyi étel, de lehet, hogy másfele is ismerik. Készítettünk egy fokhagymás kapros tejből söntetett íz. Az erdélyi étkönyvhöz nagyon finom, ez nem más, mint a puliszka fogácsa. Szintén köretnek szálljuk, de a kis tejföllel önmagában az is felségesen finom. Tessék meg megkóstolni házi savanyunkban. Picit csipős, tessék vigyázni vele. És van egy húszsírunk, ami most érkezett a frissen a melegre. Ezzel szabad megöntözni, ha valamelyik étek száraz. Jó étvágyat kívánok! Nagyon köszönöm! Boros pincébe indulok, és egy hozzáélő borra rövid időn belül érkezni fogok. Ha nem jöttem, akkor tessék utána jönni, mert nagyon finom bort találtam.
nagyon csodálatosan finom minden. Kérdése, ugye a szárnyasokhoz azt mondjuk, hogy fehér borílik, egy csirkecomphoz, a vöröshez, a tarjához pedig, a csülökhöz pedig egy jó pohár, jó vörösbors mindenképpen. A fehér borunk az egy küvé, olasz rizling és chardonnay. A vörösünk pedig egy töltfehordóba írlelt, kék frankos, ami ugye a legrégebbi borunk már a történelemben, és egy Cabernet Sauvignon küvé. Igazán pecsenyéhez való. Tessék meg megkóstolni. Köszönjük. Te szabadnál a fröccsöt is inni, hiszen ételhez egy jó fröccsöt, ugye tudjuk, hogy magyar találmány. Erről szólnunk kell, mert most akkor a reklámja, hogy ugye Krúdiék találták ki a fröccsöt valamikor, még amikor írogattak ott a Balatonparton. Jó, már is szoktak rúgni. Jó, már is szoktak. Másnapra egész jól mondom ezt a fröccsöt, mert gyakran ugye azt mondják, hát kár a borba, de hát ami jól esik mindig, az amit osztani. További jó itt megy a tessék, mert megkóstolni nálunk. Köszönöm. Nézve itt mindenhol fa nem volt, csak szőlőkor. 60 hektár szőlőkből itt ebbe boros vincébe készítették a borokat. Franci, amit tudunk, ugye, mert én a Vincelér mamival beszélgettem nagyon sokat, aki itt volt Vincelér feleség. Franciaországból hozták a szőlőoltványokat, itt megtermelték a bort, és mind visszavitték. Szüret jött, minden bor elment. Vagon nyírozták és ment ki. Itt, ami volt, amit még én vágtam ki, itt a csemege szőlők voltak, 70 féle csemege szőlő volt. És amikor megjött a vendég, mint ahogy most, akkor a grófné, már a grófné szolgált itt leginkább, akkor végigvitte a vendégeket és csemegészette a szőlőt. Ott a pince, az a sarkának a gyönyörűségnek, ott a látjuk azt az épületet, ott volt egy kiülő, ilyen lugas sor vezetett, ilyen út vezetett, ami lugas sor befutatva. Hát ott sok minden eldölt, mondja a mami, mert amikor olyan vendég jött, hogy valamit meg akartak beszélni, akkor oda kivonultak, hát gyönyörű látvány, mint, több mint az enyémről, és ott aztán történt a sorsdöntő beszélgetés. Az íra a pontot viszont a pincébe tették föl, amit mi ma megteszünk, hiszen zákányi borokat itt kóstolgatták, legfőképpen csokonai is, mert 1800-ban jött Csurgóra és ott tanított, és
mindjárt felfedezte, hogy hol van jókor, mert nagyon szerette a borokat. És írja a Dorottya című művében, amit aztán majd Kaposváron fejezett be, hogy az ákányi borokat kóstolgatván, hát az itt volt ebben a pincében, ahol most megy. Aztán olyan hír is járta, hogy úgy megrészegedett a csokonai, hogy inné talicskával tolták a talicskát, nem tudott hazamenni. De ma ilyen nem lesz. Igen. Mivel mi sem vagyunk csokonaik. Egy percet, hogy megmutatjuk a pincét a számosáért. És hát a borkóstolókat nagy részben itt kínáljuk a borokat, azért mondom nagy részben, mert próbálkoztunk már a borkóstolással a teraszon, próbálkoztunk a belső teremmel, próbálkoztunk itt fönn, de az igazi, a hangulat és a legmegragadóbb az mindig a boros pince. Ez de, így van. Úgyhogy hát most is egy ilyen egész rövid kis ismertetőt, amíg az ideje engedi. A borkóstolás egyik legfontosabb kelléke a pince kulcs, amit reggel már megkaptam, úgyhogy de kelléke a talpas pohár, amelyet szeretnék átadni a vendégeinknek, hiszen nagyon fontos, hogy talpas poharat kapjunk a borkóstoláshoz. Száraz párnát, ha esetleg tetszene külni. A fehér borokat acéltartályba tartom, oda állt, ahol uzsonáztak, ebédeztek a vendégek, van alul egy csempézett pince, ahol ezek a fényes acéltartályokba tartjuk a fehér bort. Ez technikai praktikusság, mert a bor ugye hosszú ideig érik és fejlődik, és ha hordóba tartjuk a fehér bort, akkor annak ellenére, hogy előre megy és fejlődik, de hamar megöregszik, mert a hordón keresztül oxigént vezik. Az acéltartály az azért praktikus, ugye ez valamikor a nagyüzemi megoldás volt, mert ott el tudjuk zárni az oxigént, olyan, mintha palackba lenne, és mégis könnyen hozzájutunk, mert itt csak van az oldalán, és akkor ki tudjuk engedni. Viszont az a pincén kicsi, ott a vendég legfélben néz, de ott nem tartózkodunk. Úgyhogy kijöntő segítségével hoztam át, hát én négy bort hoztam, még van ezen kívül kettő, amit ott hagytunk. Ezeket úgy gondoltam, hogy azért fontos lenne megkóstolni egy kortyot mindegyikből, hiszen itt a borkóstolásnál nem a mennyiség, hanem inkább a kortyok, a bor íze, az amúgy az fontos. Azt szoktam mondani, hogy ilyenkor nem inni kell, amennyi jól esik, természetesen szabad, de kóstoljuk a borokat, és élvezik az ízeket, az amatokat. Most a gyertya mögött egy kis kályunk van, ez a kijöntőnk. Rögtön az első, de
pinceidegre be van állítva, ugye nagyon fontos a hőmérséklet. Az első bor, amit szeretnék kínálni, az egy világfajta. És akkor végre kocinthatok önökkel. Ott ugye nem lehet innom, mert eldobom a tányérat, azt mondják, hé, akkor én már megyek. Az első bor, amit kóstoltatunk, egy világfajta. Azt mondják rá, hogy a fehér borok királya. Hát akkor minél lenne, hogy a pincében egy ilyen bor. Francia találmány. 40 éve van Magyarországon is, bőségesen ültettek belőle, főleg nagy üzemek, Balatonbográd és a környéke, de kikerült a kisgazdaságokba. Ez a Sauvignon, Sauvignon Blanche. Egy könnyű lágy bor, hisz ezért kínáljuk legelőször. Kedves egészségükre. Hát mi ezt a húsleveshez, mert még a leveshez is bort kínálunk, de ugyanúgy kínáljuk a desszertekhez is. Chardonnay. Megyünk tovább, hogy ezzel időt nyerünk. A következő, látjuk, hogy színben is más, hiszen egy folyékony aranyról van szó. Legfőképpen azért is arany nekünk, mert ez egy hungarikum. Ez 150 évvel ezelőtt Kecskeméten nemesítették. Méghozzá a kövidinkát. Szőlőből volt az a bor. Viszont a minősége kevésbé, mert a kövidinka azért bőségesen terem, jó szándékú szőlő. És ugye nagy üzem, Sodorkert környékén volt a hazája a kövidinkának, homoki szőlőnek, homoki bornak tartották. Húsvétkor, karácsonykor előkerült a delovári, mert ugye ez nem sokat terem. Ugyan nagyon sokáig eláll, mert felakasztottak a spájzba, szellős helyen, és akkor még húsvétkor is, karácsonykor is volt szőlőnk is, de készítettünk belőle bort is, de mindig csak egy kis hordóval, úgy neveztük, hogy bucskával volt. Mondtad, hogy miért akkor jövök. Nem jöttök, de szintén vezetőbeosztásban vagyok. Tehát lehet cserélni egy csokis megy pálinkára, vagy egy törköly pálinkára rozé. Nem, köszönöm. Most igen, hát most akkor a rozé. Ez egy méltó befejezés szerintem a rozé. Jaj, de gyönyörű. Szép színe van. Ugye gyönyörű. Azt mondjuk a rozéra, hogy a hagymahéj szín. Igen. Így van. Most aztán van, amelyik rozé ettől világosabb, van, amelyik sötétebb. Uh-huh. Hát ott már egy-két tizedet azért levonunk, mert hát a hagymahéj szín az hagymahéj.